Most pedig Színház Dézsi Dorinka és Rák Zoltán a vendégünk, akiket szeretettel köszöntünk. Hát van miről beszélnünk, hiszen rengeteg darabban szerepeltek. Gyorsan nézem azt, hogy aranymetszés, ebben mind a ketten érintettek vagytok, úgyhogy ne is menjünk akkor tovább, kezdjük ezzel. Mire számíthat a közönség? Ez egy különleges előadásnak ígérkezik, ugye? Abszolút. Neked meg külön, pláne, mert azt néztem, hogy talán a te szülővárosod az kötődik a témához. Igen, tulajdonképpen minden kötődik, talán erről tudunk a legtöbbet beszélni, mert hogy ez az én fejemből pattant ki ez az előadás, tehát ezt én találtam ki, én rendeztem, és én választottam hozzá a színészeinket, a zenészeinket. Akartunk csinálni Arany Jánosról egy merőben más gondolkodású előadást. Le akartuk porolni ezt a régi megszokott sémát, hogy jaj, az öreg bácsika szép balladákat írt és ilyesmi. Nem, hanem a humorát vettük elő. Csináltunk egy olyan zenés, tehát van benne vagy 8 szám, egy olyan zenés, mai szórakoztató estet, amire tulajdonképpen remek reakciók érkeztek. Mindenki így néz, hogy aranyból ilyet. Uh-huh. Tehát tényleg az van, hogy egy nagyon vidám, lendületes, friss, mai, fiatalos, mert nagyon meg akartuk szólítani a középiskolásokat azáltal, hogy vegyék már észre azt, hogy ez nagyon nagy érték, és nem unalmas, hanem iszonyat humoros. Igen, amire számíthatnak az abszolút rekesz szizomtorna is, azért agytorna is, mert ezek a szövegek, tehát nem végignevetünk nyilván, azért nagyon oda kell figyelni, és szerintem pont úgy választottuk össze, főleg Zocsidát együtt, hogy így abszolút érthető, és egy új arcát látjuk Aranynak. Valahol azt olvastam egyébként, hogy nem csak az agyra, hanem az érzelmekre is hat. Hát igen, valahol. Ez a cél, nem? Igen, igen, tehát nagyon mély. Tehát az volt a tapasztalat, egy előadásunk volt eddig is, hogy a végén inkább az elérzékenyülés volt, tehát ugye, hogy hál' Istennek, tehát sokat szórakoztatunk, de végén meghatotta a nézőket, ami nagyon jól esett, mert azt vettük észre, hogy így még mindig tud működni ez a szöveg, hiszen semmi más nem tettünk bele, kizárólag aranyszövegek vannak és Petőfi, csak úgy vágtuk össze, azért is aranymetsz, és úgy válogattuk, hogy kicsit néha más jelentőséget kap, és megerősítettük emiatt nagyon a poén részét, tehát tele van humorral. Igen. És a zenék azok pedig nagyon maiak, tehát nem azt kell elképzelni, hogy ilyen kis kellemes lant zene van, hanem rock van, funky van, tánc van, tehát annyira mai, hogy simán elmenne egy mai koncerten, és nem benne észre senki, hogy ez Arany János szezon. Arra is jó, hogy akkor a mai fiatalok megszeressék, nem? Tehát egyrészt a verseket, a balladát, elővegyék Petőfit, Arany és műveit, és akkor elolvassák, igen. Mert hazamegy mondjuk a színházba, és azt mondja, hogy tényleg ez ilyeneket is írt. Tehát... Igen. Pár középiskolással beszéltem, akik nézték, nem sokan, de ők mondták, hogy mikor lesz még egyszer, már elmegyek. Tehát, szóval ezt a részét talán sikerült megnyernünk a gondolatainknak, hogy ez valóban, amit kitaláltunk, az működik. Uh-huh. Chicago, teljesen más műfaj. Ugye ott meg te vagy érintett, egy zenés darab. Itt is vannak ugye zenék, de hát ez meg teljesen más. Át lehet állni egyik percről a másikra, mondjuk egy ilyen aranymetszés után a Chicagóra? Ó, persze, ezt megtanulja az ember szerintem pár év alatt, hogy tud váltani. Hát igen, mind mögött azért áll egy próbaidőszak, és akkor azok, hogy visszajönnek pár óra alatt, fél óra is elég, és akkor úgy az egészbe belekerül az ember, meg hát ráhangolódni tudni kell gyorsan nekünk, úgyhogy... A Chicago melyik fajta? Inkább az észre, vagy a szívre hat, vagy mind a kettőre ez is? Hát a szemed gyönyörködteti szerintem leginkább, de azért persze van azért mondani valója, szóval így elgondolkozunk, hogy mennyire érvényes a 20-as évektől egészen ma is, még x évig mennyire érvényes lesz a mondani valója, ami egyébként nem túl bonyolult, de abszolút nagyon szép látványa lett például a díszlet, a ruhák, a táncok, minden olyan, tehát azért nagy élmény. Uh-huh. Tehát egy tipikus olyan darab, hogy hátradől az ember és élvezi az előadást? Igen, ilyen revű színházszerű ez, és az volt a cél is, rendezői szándék is, hogy ezt erősítsük. És hát vannak olyan darabok, ami megint csak lehet jókat mulatni, de azért van mondani valója is, ilyen a Sherlock például, ami óriási siker volt. Igen. Továbbra is töretlen a lendület? Igen, egyszer ugyanebben a székben talán beszéltünk is róla, hogy milyen érdekes, akkor már játszottuk. És töretlen, tehát több mint 12 000-en látták már, ami szerintem nyíregyházi viszonylatban egy nagyon-nagyon magas szám, és
múlt héten is játszottunk belőle kétszer, telt ház folyamatosan, tehát hogy nagyon szeretik. Ugye, mint hogy beszéltük, egy más stílus, de úgy látom, hogy a nyíregyházi közösség nagyon nyitott rá. Kifejezetten élvezik. Ilyen szempontból talán teli találat volt a választása, mert pont múltkor beszélgettünk az igazgatóról, és neki is említettem, hogy olyan emberek mentek el színházba, akik azt mondták, hogy 20 éve nem jártak a színházba. Elmentek, megnézték a Sherlockot, és ennek hatására mentek a következő előadásra is, mert olyan jól érezték magukat. Hogy ők nem erre a színházra emlékeztek, hanem arra, hogy egy picit olyan feszengbe ülnek bent, hogy mégiscsak egy más jellegű előadást kaptak, mint amit most tőletek. Tényleg megint ugyanaz, most ismételhetem saját magam, de ez például a fiataloknak megint egy tökéletes lehet. Tökéletes, tehát valóban ez van, hogy úgy ülnek be a középiskolások, hogy na Istenem, megint színház, beélek, anya akarja, igen, tanárni, jó, beülök, és közben úgy mennek el, hogy wow, mi volt ez, tehát jobb, mint egy mozi élmény. Mégiscsak élő, és együtt a többiekkel megélnek egy olyan estet, ami páratlan. Szóval meg is ugrottam, tehát hogy valóban a mi színházunk most elkezdett kicserélődni erősen stílusban mindenben, és tényleg a nézőszám azt úgy látjuk, hogy elég. Tehát megfiatalodott a nézőszám, vagy más jellegű közönség? Nem feltétlenül, mert úgy érzem, hogy a régiek hűek maradtak. A régi közönség, ha mondhatom így idézőjelbe, tehát a tőzsgyökeres gárda, viszont egyre többen jönnek fiatalok közül is, ami kifejezetten jól hat ránk. Ez jó azért tudni, hogy jönnek a fiatalok színházba. És hát mehetnek a Rózsák háborújára is, ugye ezt se feledjük. Itt egy nagyon sikeres film volt annak idején, ha jól emlékszem, amit láthattunk több alkalommal is, és hát ez egy válás körüli Herce-Hurca, és annak minden gonossága, meg minden benne van. Ebben a darabban is? Tehát maradt ez a darit? Én nem játszom ebben, úgyhogy hallgatlak. Igen, ezt most még próbáljuk benne, tehát abszolút benne, minden gonosság benne maradt, ha nem nagyobb. Ez egy kicsit a filmtől eltérő lesz, mert nem is azért, mert színház, hanem mert van egy kis különlegesség az eladás kapcsán. Tulajdonképpen jelenleg is próbálom ezt az előadást itt most, mert a stáb elkísért a tévéig, ugyanis van egyfajta improvizációs oldala az utcán is mindenfelé. Tehát, hogy nem nagyon árulhatok el ebből semmit, ez még nekem is új. Na várjál, most egy színházi próba kellős közepén vagyok. Színházi próba kellős közepén vagytok, igen. Tehát, hogy itt vannak kint, és ahogy én kivegyek, becsöppenek valamivel, szóval nagyon érdekes helyzet. Amitől teremteni akarnak az eladáson valami különleges vonalat, egy különleges szálat, amitől még személyesebbé válik. Mind a mi részünkre és mind a néző részére bele fognak csöppenni valamibe, ami nem feltétlenül csak egy színházi előadás, egy színdarab, hanem valami új, valami különleges. Itt mikor lesz a bemutató? Március 2-án. Arany Jánosnak a születésnapján egyébként. Hát akkor az idő az szorít. Az idő az szorít, úgyhogy összekapcsolódnak a szálak. Darinka, neked további próbák? Nekem majd a hülyéje márciusban kezd próbálni. 12. Nyugtass meg, hogy ezt most itt nem próbáljátok mi. Nem. Ez nem. Hát, bármi. Csak a címből ítéltem. De tényleg Iszocsi is lesz abban. Igen, is. Úgyhogy neki egy kemény évadja volt. Kemény évad, de megígértem, hogy nem beszélek butaságokat, az anyósom nézni fogja a műsort, és megígértem, csak okos dolgokat fogok mondani. Akkor ezúttal üdvözöld. Csokkolom editnél. Akkor neked viszont lazább fél éved volt eddig. Hát. Most kezdődik nekem a lazább, mert ugye azért a bemutatók közt meg alatt is próbáltuk az aranymetszést is, meg nekem még más dolgaim is voltak, zenés, ugye zenélünk, párommal, akár pedig nem duó, és akkor azt is visszük mindenhova, de most van egy ilyen kis egy hónap pihi. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Hát jó próbát, meg akkor várjuk a premiért. Gyorsan kinézek a stábtagokra, hogy nincsenek-e itt, nem nézik-e esetleg, hogy miket csinálunk, de majd hátha lesznek-e belőle ötletet.